Where the four winds blow, and it's 5 miles wide. Where a six-gun rules and a man can't hide. A man can play, and a man can win. Lucky Terence Hill, Újréki László. Lucky Luke. Ki az a Mr. Josephs? With a six-gun by his side, Lucky Luke. Here's to you. További magyar hangok. Gornagy Mária, Hollósi Frigyes, Beregi Péter, Cvetkó Sándor, Áron László, Csíkos Gábor, Flóros Zoi, Faragó József. Magyar szöveg Seres József, szerkesztő Gyulai Zsuzsa, hangmérnök Miklós Miklós, rendezőasszisztens Váradi Eszter, vágó Kocsis Éva, gyártásvezető Miklai Mária, szinkronrendező Rehorovszki Béla. A szinkront a Magyar Televízió megbízásából a Videovox stúdióban a Savoys BT készítette. On the dusty trail, neath the western sky, where the sun shines hard enough to fry. A cowboy's fényképezte Carlo Tafani. Must never end. Lucky Luke rides again. Lucky Luke. Zenéjét szerezte Aaron Schroeder és David Grauer. With a six-gun by his side, Lucky Luke. Here's to you. Do-do-do-do-do-do. Lucky Luke. Írta Jeffrey Fleming. Rendezte Richard Schlesinger. Fullon van. Király és tízes. Igen. De várj csak. Ez meg ötös póker. Éreztem, hogy szerencsém lesz. Rosszul érezted, helyettes. Én nem veszíthetek még négy ötös ellen sem. És egy hatos ellen? Sheriff, de örülök, hogy látlak. Mégis mi folyik itt? Hát igen, van, aki rossz helyre nyúl kártyázás közben is összeszurkálja magát. Ó, ne, már megint egy hamis kártyás. Luke, a múltkor is egész éjszaka takarítottam utánad. Nyugodj meg, Lotta, feltörlöm. Luke? Lucky Luke? Már hallott róla? Fene. Ne tereld másra a szót. Máig se tudtam felsikálni a foltot, ami az áldozatod után maradt. Mi? Parancsoljon. Köszönöm, Mr. Nichols. Köszönöm. Jól van, Laura? Mehetünk. Hé! Engedj el a zsákomat! Én akarom megvenni a szabot! Ez nem lótakarmány, hanem a gyerekeim reggelije. Hagyd, semmi szükségem! Leszólj bele, Laura! Uraim, kérem, hiszen holnap reggel egy egész vagonzab érkezik. Jó. Holnap jöjjön vissza. És mi lesz, ha nem akarok? Thank you.
Nyugalom, fiúk, és mondják meg nekem, mi a gond. Már kifizettem. Ez az ember ellopta. Kisasszony, tehát mi történt? A papával bejöttünk a városba élelemért. És ezek a földkulók elcsaklizták az utolsó zsákzamot. Ez igaz? Csak egy zsák van? Igen, uram. Üres zsákja nincs? De van. Fél zsák is elég maguknak a holnapi szállításig. Fiúk, kösz, hogy ilyen megértőek voltak. Laura? És ki fizet a nyalókákért? Laura? Igen, uram. Az apja mindig így felpaprikázódik, ha bevásárol. Csak ha a kabolyokkal üzletel. Laura, megmondtam, hogy ne állj szóba idegenekkel. Gyere, indulunk. Köszönöm, Luke Sheriff. Most mondd meg, képesek lelőni egymást egy zsákzabért? Igen, mert alacsony a koleszterin tartalma. Barley, beszédem van veled. Na, Laura, itt maradsz a kicsikkel. Mindjárt jövök. Igen, papa. Hová készülsz? A tehénhajcsárok erre tartanak a csordájukkal a mi völgyünkbe. Red, nem tehetünk semmit. Az a fickó legalább egy tucat ember számára vett élelmet. Én nem ezt hallottam. Vele annyian sincsenek. És vajon ezek megférnének velünk farmerekkel a legelőinket? Most üzzük el őket, mielőtt ők üznek el minket. Őrültségre készülsz, Red. Más is úgy gondolja, hogy őrült vagyok? Jól van. Én ugyanis tudom, hol találunk olyan segítséget, amivel nem vehetik fel a harcot. Jól van, csak igyekezz, Bill. Az mindjárt le fog esni. Titkos fegyver. Mr. Josephs azt mondta, a telepesek már várni fognak ránk, ha megpróbáljuk beterelni a csordát abba a völgybe. Megmondtam, hogy megbízhatatlan népség. Békésnek látszanak, de az első adandó alkalommal alát fűterek. Mr. Josephs azt mondta, előbb a farmereket tereljük ki, aztán a csordát be. Más nótát nem tudsz fújni? Ide figyelj, megmondtam, hogy ne így pakolj. Minden le fog esni. Kész vagy, Bushwick? Na, kapd el! Jaj! Ügyes vagy, Bushwick. Elcserélted a csontot az élelmiszeres kosárra. Na hát, Lotta, micsoda meglepetés. Nézd, visszahozta a csontodat is. Köszönjük, Lotta. Nagyon vicces, Luke. Gondoltam, éhes lehet, vagy magányos. Te meg a földrész legbutább kutyájával csenegsz. Hoztam egy kis bort a maradékból. Ó, Vendola Jean-Lune, 1799. Jó évjárat. Erre mérget vehetsz. Ezt meg honnan tudod? Tudod, csak ráhibáztál. Meg vagy pancsító! Buenos dias. Hogy tudnálok egyszer meglepni, Luke? Talán, ha kopognál. Sí, señorita. Luke, megtaláltam a tábort. Szép munka. Köszlottam, majd jövök. Gyerünk, fiú.
kérsz. Mi baj van? Semmi. Csak gondoltam, benézek. Hello, Laura. Hello, Sheriff. Laura, ez a férfiak dolga. Menj, fürdesd meg a kicsiket. És fektesd le őket. Ivasd meg magad vacsorára. Ízleni fog. Babot főztek. Na hát, mi ez, bab? Kóstolja meg, van bőven. Kösz. Mutatnék magának valamit, Sheriff. Ez itt El Vajgrande. Spanyolos név. Kösz. Csodaszép völgy. És a kormánytól engedélyünk van rá. De a kaubolyok szerint nekik is van ott legeltetési jogunk. Úgy vagyunk ezzel, mint az abban. Mindkettőnknek kell. De végül csak az egyikünké lehet. Azt elosztották, osszák meg a földet is. Mi gabonát fogunk ott termelni. Ha rászabadul a vetésre az a sok ezer éhes marha, annyit sem fog érni az egész, mint egy kanál turha. De gusztus talán. Nézzék, én nem vagyok itt békebíró. De ha láthatnám azt az engedélyt... Nagyon köszönjük, Sheriff. Megoldjuk ezt mi is. Jól van. Köszönöm a babot. Finom ropogós volt. Luke, Sheriff! Laura, mi baj van? Valamit el kell mondanom. Úgy van esélyünk, ha mi is megszerezzük azt a fegyvert, amit a telepesek. Mr. Josephs is ezt mondta. Tudod, ahhoz képest, hogy a kormányembere elég... Na és, ha egyszer a mi oldalunkon áll, én azt mondom, szükségünk van rá. Te mit mondasz? Én azt, hogy egy vernyogó harmonikás fattyúk és egy vonyító préri farkas között a saját gondolataimat sem hallom. Hogy ez nekem nem jutott eszembe. Bármit is csinálunk a telepesekkel, még a terelés előtt csináljuk. Ne kockáztassuk a csordát. Jó estét! Sheriff! Arról beszélgettünk, hogy... Vajgrandéről. Divatos téma. Kíváncsi vagyok, ezek mit esznek vacsorára. Mi ez? Bab? Tessék, van bőven, kóstolja meg. Kösz. Adnánk egy kis zabot a lovának, de ma este mi is szűkében vagyunk. Beérem egy kis cézár salátával is. A telepeseknél jártam, és... És azt mondták, nekik van engedélyük erre a völgyre, nem nekünk. Azt is mondták, van valami a maguk tarsójában, amitől fölrobbanhat a latrina. Nem kell a saláta, elment az étvágya. Nem mi kezdtük. Magának ehhez semmi köze. Nincs szükségünk a sületlen tanácsaira ahhoz, hogy megoldjuk a saját ügyeinket. Talán nincs. De nem szeretném, ha bárkinek is baja esnék. Maga beszél sületlenségről. Azért kösz. Most hallom először panaszkodni a babra. Nekem mégsem tetszik ez a dolog. Ne törődjön Heppel, Mr. Josephs. Csak szállítsa le a csodafegyvert, és mi szállítjuk az aranyat. Biscuits, nem helyes ez. Nem katonák vagyunk mi, hanem kaubolyok. A mi dolgunk, hogy értő gonddal terelgessük a csordát a vége láthatatlan szabad pusztákon. A
zsigereimben érzem, hogy nincs ez így jól. Akkor ne a zsigereiddel érez, hanem a fejeddel gondolkozz. Jó estét, Mr. Josephs. Gondolom, tudja, miért jöttünk. Elszántuk magunkat az üzletre. Aztán miféle üzletről lenne szó, fiúk? Hát, ne mozdulj! Te sunyiképű hájas csirkefog! Én vagyok az, te idióta, Joe! Ne haragudj, Joe, nem ismertünk. Ebben a flancos göncben. Megszoktuk, hogy a rongyokban jársz. Hofa be! Nyugi, Everill, csak Joe az. A mi újság, Joe? Lekapták a horgot? Ráharaptak a halacskák. Előbb az egyik félnek adtam be, hogy a másik csapdát állít neki. Aztán a másiknak. Most és mi lesz, Joe? Most itt az ideje, hogy Mr. Joseph tető alá hozza az üzletet. Ti mindent elrendeztetek Slimmel a Mustang erdőben? Slim felkészült és vár minket. De tudod, ez elég piszkos húzás. Még egy Daltonnek is. Piszkos bizony, de azán. Csak legszebb, hogy Lucky Luke-ot is belerángatjuk. Kitör a háború százszor szép város körül. De Lucky Luke addig semmit sem vesz észre, míg bele nem ütjük az orrát. Wow! Szép példány, igaz, jó? Apa, hol voltál tegnap éjjel? Az nem a te dolgod, Laura. Elmentetek Mr. Josephshez, ugye? De kémkedtél utánam? Hallottam, mit mondott Red. Apa, nem helyes, amire készültök. Mit képzelsz? Ki vagy te? Úgy beszélsz, mint az a cowboy sheriff. Ha még egyszer így mert szólni hozzám, esküszöm, hogy... Laura! Laura, bocsáss meg! Valaki össze akarja ugrasztani az embereket. És az illető nem cowboy és nem telepes. Luke, ezek összeugranak maguktól is. Nem vigyázhatsz az egész környékre. Igen, de nekem meg kell óvnom ezt a várost. A határviták már tönkretettek nagyobb városokat is, például Bögyös Szurdokot vagy Zsája várt. Mik ezek? Nem hallottam róluk. Hát épp ez az. Kihaltak. És el akarom kerülni, hogy itt is ez történjen. Ez a kislány Laura beszélt valamit Mr. Josephsről. Róla sem hallottam. Én sem, tegnapig. Mi történt Bushwackkel? Csak nem itattad meg este azzal a borral. Ugyan már, Luke. Bort pazarolni egy élő lábtörlőre. Csak a dugót szagolhatta meg. Szegény Bushwack. Nem részesülhet az élet legfinomabb dolgaiból. De te részesülhetnél. Nos, én... Köszönöm a kávét. Állj, ki vagy? Csak én, Slim! Helyre, Slim! A kaput, fiú! Jól van, Joe! Tiszta levegő! Bejutottak. Phil, de büdös vagyok. Már hozzászokhattál volna. Siessetek, Joe! Ha elkapnak, fellógatnak! Gyerünk, gyerünk! Hozzátok a hordókat! Óvatosabban!
felrobbanjunk. Na, meg is vagyunk! Viszontlátásra! Jól lekötötted a rakomány? Ó, persze, hogy ne! A Slim, biztára megmocskása ott a lábam! Pofa be! Mondtál valamit, Slim? Ha? Nem. Talán a gyomrom korgott. Néha ilyen hangosan szól. Hallgass, kus legyen! Na, sietem kell a viharmadár erődbe. Viszlát! Látod, Jolly, ezt szeretem én. Kávézgatni. A szabadban hálni a csillagok alatt, ahol a nyelgem a párna. Eszembe jutnak a régi szép idők. Utálom ezt a süket dumát. Tudom, nem kedveled, ha így elérzékenyülök. Igaz. Tényleg inkább Mr. Josephsről kéne gondolkodnom. Mit keresel itt ilyenkor, Panchito? Laura. Maga mit keres itt? Tudja, hogy ez veszélyes. Akkor én mit keresek itt? Visszaviszem a táborba. Jöjjön, hazaviszem. Az már nem az én otthonom. Miért nem? Mert én leszek az új helyettese. Hé, miért álltunk meg? És mi ez a förtelmes zaj? Ez a tökfej Everill képes volt elszúnyadni? Miért álltunk meg, Slim? Eddig hozhattalak el, Joe. Nagy kerülőt tettem, és ha az ezredes rájön, kiráz a bőrömből. Ha nem viszel tovább, én rázlak ki a bőrödből, és sátorponymát szabok belőled. Viszlát, Slim! De miért nem? Mert először is már van helyettesem. Másodszor maga csak 14 éves. 14 és fél. Ó, bocsánat a tévedésért. Harmadszor, mert lány vagyok? Nem. Hallotta már Annie Oakley vagy Calamity Jane nevét? Büszke lennék, ha bármelyikük a helyettesem lenne. Itt vagyunk. Miért nem inkább Vladimir egy ilyen csirke? Legalább azt mondja meg, mit fog tenni. Megpróbálok Mr. Josephs nyomára bukkanni. Az nem lesz nehéz. Papa és Red tegnap éjjel nála jártak. Nyugatnak indultak, és mivel a kocsijuk egyik kereke kacsázik, könnyen felismerheti a nyomát. Azt hiszem... Jól van. Lehet, hogy maga mégis jó helyettes lenne. Helyettes? Már is jobb, mint a sheriff. Előbb a formaságok. Emelje fel a jobb kezét. Esküszik, hogy betartja a törvényt a városban és a környékén? Esküszöm! Mi az első feladatom, sheriff? Tartsa szemmel a tábort, és azonnal tudassa, ha megtud valamit Mr. Josephsről. Jelvényt is kapok? Ha kiérdemelte. És most aludni. Igenis, sheriff. Hogy volt ezzel az alvással, sheriff?
És most vigyétek be a kunyhóba. Joe, mit csinálsz? Megbolondultál? Néha arra gondolok, azért vagyok ilyen okos, hogy ellensúlyozzam a hülyeségeteket. Nem emlékeztek a tervre? A tervre? Ja, igen, a terv. Ma délre ezek az ostoba földtúrók és marha hajcsárok. Minket, Daltonöket, a környék leggazdagabb embereivé tesznek. Gazdagok. De mindent számításba vettél. Mert mindig valamiről megfeledkezel. Nyugi, fiú. Megy ez, mint az olajozott istennyila. Nem jöhet közbe semmi. Az nem olyan biztos, Joe. Jól van, te világesze. Halljam, ugyan mi jöhet közbe? Lucky Luke megtudja. Lucky Luke? Hát ki olyan marha, hogy Lucky Luke előtt beszélne a tervről? De épp ezt tette, Joe. Hogy van, Mr. Josephs? Mióta áll ez itt? Hát úgy 7 perce. 7 perce? 7 perce, és te nem szóltál? Gondoltam majd, ha kifagyunk a témából. Jó. Ó, Mr. Williams. Mr. Jax. Mr. Everies. Milyen oka van rá, hogy zaklasson? A gyanú, hogy puskaport loptak. Mi nem lopunk puskaport, sheriff. Megváltoztunk. Megjavultunk. Nézze! Csinos öltöny, $50 cipő. Finom szivar. Sőt, még jó modort is tanultunk. Kér tüzet? Jól hallom, így örülnek itt a hivatlan vendégnek? Látja, sheriff, nem vagyunk banditák. Törvényes üzletember lettem. És mint törvényes üzletember, majdnem a más világra küldött. Azt itt ez puskapor? Beugrott a kis tréfának? Nyisd ki, Jack! Faforgács? Nem is őrültem meg, hogy puskaporos hordón ülve szivarozzak. Szóval faforgácsot ad el a kávolyoknak és a telepeseknek a kért puskapor helyett. Ez a szép az üzleti életben. Kényelmesebb, mint törvényen kívülinek lenni. Most mi lesz, sheriff? Letartóztat forgács rejtegetését? Nem. Csak megmutatom nekik, mi van a hordókban. Azt ne tegye. Ezek már annyira felhetszelték magukat, hogy képesek máshova elmenni, igazi puskaporért. És 100-szor szép város, akkor ott találja magát. Egy véres polgárháborúban. Látja, szüksége van ránk, hogy időt nyerjen. Én mindenre gondoltam. Ismerj el, sheriff, ez nagy ballépés volt magától. Érdekes, amit a ballépésről mond, mert aki mindenre gondolt, tudhatta, hogy nem jó új cipőben egy lónyomában járni. Az $50 cipő. Segítek, Joe. A sejjem zsebkendő. Azt szeretném tudni... Egy pillanat, sheriff! Nézzenek oda! Olyan a saját cipőivel is így bánik? A bal még várhat egy kicsit. Tudom, hogy a távirda zárva van, de nekem azonnal sürgönyöznöm ki. Semmi gond, Spark itt hagyott egy kulcsot. Ne veszi! Szégyen! Megvédjük a jogainkat! Ne tűrjük! Helyes! Nyomorult! Ugyan!
ügyesen kopogtat. Apám sokat gyakoroltatta velem. Kergessük el őket! Mit képzelnek ezek? Szégyen gyalázat! A jogaink kérve... Mit mondanak? A hívott állomás nem válaszol, ellenőrizze a számot és próbálja meg újra. Úgy van! A jogaink a kérdésünk! Ennyit a Pinto erődről. Próbálja az eszkortot. Ha a hordó a hadseregi, elkaphat oldalt önöket. Forgácslopásért? Luke szalmaszálba kapaszkodik. Mit csináljak? Nincs más. Mit képzelnek elek? A postai hatalhoz! Gyerünk! Megvédjük! Nyomorú telepesek! Sürgősen tennem kell valamit. Eszkort erőd. Hordók nem hiányoznak. Stopp. Kérdezze meg a Fiesta erődöt. Stopp. Folytass, Reni. Emberek, holnap Mr. Josephs elküldi nekünk a puskaport. Csak akkor, ha egyetlen telepes is beteszi a lábát Vajgrandéba, háború lesz. Háború lesz! Milyen a szabadság? De egyet leszögezek. Nem mi akartunk harcolni. Úgy van. De a földtúrok nem olyanok, mint mi. Különböznek tőlünk. Különböznek tőlünk. Ha a marha hajcsárok háborút akarnak, megkaphatják. Megbizony. Úgy van. Helyben. A Vajgrande jog szerint a miénk. Álljon. Jól mondja. Igaza. Így van. Elnézést, uraim. Amiről itt beszélünk, az nem a te fülednek való. Mennyit hallottál belőle? Nagyjából az egészet. Ha meg akarsz ütni, csak tessék. Már úgyis mindent tud a serif. Ez szép. Nagyszerű. Ő többet jelent számodra, mint a saját véred. Apa, én csak rád gondoltam. És a kicsikre. Red mindannyiunkat a halálba visz. Bronson barlang. Hogy? A Bronson barlangban találkozunk Mr. Josephs-szel. Eli, nem várhatok tovább. Ha ezek rájönnek, hogy becsapták őket, itt elszabadul a pokol. Várjon, Luke, a Mustang erődből még nem válaszoltak. Mindegy, elfogom a Daltonöket valami másért. Helyettes, az volt a feladata, hogy a tábort figyelje. Igen, de megtudtam, hol találkozik Red Mr. Josephs-szel ma reggel. Igen, megtudtam. Lehet, hogy a szerencse megint mellém szegődött. Gyerünk! El az útban, emberek, indulunk lóhalálában. Te jó Isten! Lányjal. Gondolom le akarja állítani azokat a széltoló Daltonöket. Megjött a sürgöny a Mustang erődből. 60 hordót loptak el tőlük. Ah, imádom a parfümöket. Azért ez egy kicsit erős, nem? Sziklarobbantáshoz akarták felhasználni. A fűrészpor csak a csomagolóanyag. A nitroglicerinhez. Nitro? Luke nem is sejti, mibe vágott bele.
idő a lötyögésre. Lötyögés? Neked ez lötyögés? Tudod, te mit beszélsz? No, majd megmutatom neked, mi az a lötyögés. És szóljon Luke-nak, hogy vigyázzon a nitróval. A legkisebb döccenésre is felrobbanhat, főleg, ha fölmelegedett. Meleg napunk lesz ma. Ne felejtsétek el bedugaszolni azt a palackot, mielőtt a vevőkkel találkozunk. Tudjuk, Joe? A Bronson barlangnál. Hagyj békén! Jól van, megmutattad, mi az a lötyögés, megértettem. De most már menjünk. Igen. Ide. Jolly Jumper, itt emberek élete forog kockán. És a lovaik élete. Nem mondtad, hogy ilyen súlyos a helyzet, menjünk. Nos? Megmondtad neki a találkozó helyét? Igen, és Laura megmondja a serifnek. Jobb lenne, ha lemondanád a találkozót. A találkozó nem a Bronson barlangnál lesz. Mr. Josephs, gyanút fogod, hogy áruló vagy, és nem az igazi helyet között. Hé, az az én lovam, hozd vissza! Hadd fusson az áruló. Mi meg induljunk a Vajgrandéba. Korán jöttünk. Ó, nem. Éppen időben. Akkor dugaszoljuk be a palackot, ahogy Joe mondta. Miért nem hagytad, hogy megcsináljam? Most mehetünk vissza a palackért a kunyhóhoz. A barlangról van szó. Gyerünk! Már itt kéne lenniük. Talán a barlangban... Ez közel volt. Megsérült? Semmi bajom. Jaj, ne! Ezt nem tudjuk elmozdítani. Végünk van. Talán nem. Micsoda bárdolatlan stílus. Jumper! Hív segítséget! Persze, és hogyan közöljön velük? Mutogassa? Talán van másik kijárat. Meg kell állítani a daltonöket. Ó, sheriff, sajnálom. Mint helyettes ezzel megbuktam. Nem mondjon ilyet. Remekül csinálta. Az, hogy csapdába vezettem? Nem a maga hibája. Várjon, van ott valami. Itt már laknak. Ne! Ne! Menjünk.
másik kiárat. A farkas megmutatja. Ez az én kocsim? Tehát maga Lóra apja? Jolly Jumper. Most jut eszembe, hogy még mutogatni sem tudok. Sheriff, lehet, hogy nincs is másik kijárat. És ha ez a farkas elvezet Kínáig? Mi ez a kis hitűség? Nem tehetek róla. Nem vagyok igazi sheriff. Sem olyan bátor, mint maga. Nem bátor. Maga nagyon is bátor lány. Tényleg? Igen. És okos. Maga nélkül nem jöttem volna a Daltonok mesterkedéseinek a nyomára. Maga az egyetlen, aki érdekesnek talál. Nem, én csak az első vagyok a sorban. Ez a völgy a miénk, Mr. Josephs. Minek hívta ide ezt a csőcseléket? Hisz megegyeztünk. Velünk egyezett meg. Mit keresnek itt a farmerek? Úgy tudtam, exkluzív szerződést kötöttünk. Te kötnél szerződést? Egy csomót se tudnál megkötni. Uraim, uraim, ne kötözködjenek tovább. Húzz! Na, mi lesz már? Látja? Ezt tudja, hogy hová vezet? Látom a kölykeihez. Ide figyelj, földtúró, mi már megkötöttük az üzletet, nem szállhattok be. Már benne vagyunk, és ti fogtok kiszállni. Majd meglátjuk, ki száll ki. Megverekszünk? Akarsz verekedni? Fiúk, akartok verekedni? Jól van. Ne kakaskodjanak. Licitáljanak. Árverés. Hiszen már megegyeztünk az árban. Ahogy mi is. Ez igaz. De akkor még nem tudtam, hogy két vevő is lesz. Jelen helyzetben csak az árverés a megoldás. Akkor most mi legyen? Sheriff! Na, húzd! Húzd! Gyerünk! Ez az! Segíthetek? Az jó lenne. Luke! Lóra! Sheriff, meg kell állítani a Daltonöket, amíg nem késő. Késő? Mi történt? Emlékszel a fűrészporra? Kész vagyok licitálni a földtolvajok ellen. Nekünk hivatalos papírunk van ám erről a földről. Edd meg a papírt! Nekem aranyom van. Fújt föl a pénzed! Biszkvic, ez a fickó lóvá tesz mindannyiunkat. Azt mondja, puskaporos hordon ül, de nyugodtan szivarozik. Tehát... a kikiáltás jár $5,000. Ki tartja? Ki mondott 5,000? Jól hallom? Nem. Ez nem lehet. Ezt a lódobogást már ismerem. Aztán hegye meg! Sheriff, mit akar magai? Figyelmezteti magukat, hogy ne kössenek üzletet egy lótolvajjal. Lótolvajjal? Igen, Joe Daltonnel. Ez Joe Dalton. Úgy hallottam, ő egy lépésre tesz a fivérei nélkül. Így is van. Láthatják. A Daltonok. Egyébként Joe véletlenül rossz hordókat lopott.
Tudja, mi ez? Nitroglicerin. Nitro? Glicerin? Idióták! Nem látjátok, hogy blöffel? Nagyon jól tudjátok, hogy a hordókban csak fűrészpor van. Fűrészpor? Kötjük, mint a pitty. Csibész. Átver minket a vitam. A csibész. Ki akarta csalni az aranyamat, az ember? A tiédet, a renyémet, a miénket. Azt mondom, szellőztessük meg a finom cipőit. Forgassuk meg surokban és talban. Bízzák ezt a törvényre. Hozz a szurkot és tallat. Mondtam, hogy bolondságot csinálsz. Lucky Luke, megesküdtem, amikor utoljára megaláztál. Hogy utoljára. Igen, minden megalázásnál megesküszik erre. El kell ismernem, elrontottad az üzletemet, ez igaz. De arról nem tudsz meggyőzni, hogy 20 perce nitroglicerinen ülök. Biztos? De biztosan. Mert a nitroglicerin bár 10-szer olyan hatásos, mint a puskapor. Kis üvegcsékben tartják. Gyerekben. Ne. Emberek, gyorsan! Gyerünk, gyorsan! Gyerünk, gyorsan! Gyerünk, gyorsan! Gyerünk, ugyanez nem mondható el a Vágrándéról. Itt már nincs sok keresnivalónk. Pedig micsoda legelő volt. És micsoda szántóföld. Tudod, a keletről jött turisták harapnak az ilyesmire. Legyen Pél Dolcsi a taksa. És akkor még lehet itt némi keresnivalónk. Hát így született meg a Grand Canyon, Amerika délnyugati részének leghíresebb látványossága. Egyébként, ha érdekli magukat, tudnék még egy-két ilyen eladó kanyont. Yeah.
got so upset we rode the other way. I gotta be on my own from singing my lonesome cowboy blues. Some folks think it's heaven in a hotel with their fucked up pillows and your quilt piled high. Well, I don't hanker for no hotel, just wanna kick my boots off by the campfire's glow while the lonely coyotes cry. Well, my bed is my horse and saddle, and my blanket is the sky. Let me be on my own.